Szervusztok, sziasztok! Koncertóikkal ismét jelentkezünk M3 autóparkból, és egy Ford Focus-t fogunk most nektek megmutatni, egy idősebb darabot a készletünkből, de viszont egy nagyon szép állapotút és nagyon sok extrást, úgyhogy mindenképp úgy döntöttek itt a fiúk, hogy ezt is mutassuk meg nektek kisfilmmel. Ugye ködlámpákat is látunk elő, és ha már így nyitva van a motortere, mutatom is nektek, gyönyörű, szép, egészséges motortér, és egy 80 lóerős motor, amit itt hallunk ketyegni. Na igen, tehát egy kis 1.4-es benzines, de erős motorral szerelték ezt a kombinkat. Ugye Feri itt észlelte, hogy bizony olajakat is rendszeresen cserélgettek, és akkumulátor is teljesen új benne, tehát ezzel nem lesz gondunk, mint ahogy mással sem nagyon, mert rendkívül megbízhatóak és nagyon keresettek még ezek az idősebb fókuszok is. És mutatom nektek, hogy hogy is néz ki majd teljes valóságban. No. Előszínű kombi. Szép hosszúkás, tehát azért lehet belepakolni. Azzal együtt, hogy ugye a fókusz az nem egy nagyméretű autó, de így kombiba azért szépen megnyúlik. A gumik azok prémium márkásak, és fel vannak készítve a térre, tehát téli gumikkal adjuk a járgányt, de teljesen újszerűek. Nyitva is van a csomagtartónk, mindenképp oda is érdemes benézni a kombiknál. Bizony, ha jár így a motor, akkor mind a motorteret, mind a csomagteret nehezebb egy kicsit működtetni. De itt a rolója is, és nézzük, mekkora ez a csomagtér. Ez így gyönyörűen visszaszánkázik, hát azért lehet belepakolni, szép hosszú. Van benne egy ilyen csomagtér tárca, hozzá fókusz felirattal, úgyhogy ez valószínűleg a kezdetek óta benne volt. Gyönyörű, szép is egyébként a szőnyege, és egy kis mankókereket is láthatunk hozzá. Tehát rendben van, szép, tiszta, és minden tartozéka természetesen megvan, ezt a fiúk ellenőrizték. Hatalmas csomagtérajtó, két ilyen nagy kapaszkodóval, és már húzom is le nektek. Nézzük tovább a járgányunk. Ugye itt a jobb oldala, és rögtön bele is nézünk. Hát így néz ki a jobb oldala. Mutatom is nektek, hogyha belekukkantunk, hogy mit rejteget a sok extránk. No, Peti is itt kényelembe helyezte magát, teljesen beilleszkedik ide a kárpit színébe, ezért guggolt ide föl erre a fejtámlára, ugyanis egy nagyon szép, ilyen világos, szürke kárpitja van neki, és vigyáznak ránk a függöny légzsákok is, tehát még azzal is szerelték az autónkat. Megvannak a gumiszőnyegecskéi is, és azok is teljesen szépek. Mondanom sem kell, hogy nem dohányzó az autó, és a kora ellenére mondom, azt lehet mondani, hogy a karosszéria is teljesen szépen, gyönyörűen rendben van. Nézzük akkor a jobb oldalát. Itt ugye már láthatunk elektromos ablakemelőket is, és itt is azt látjuk, hogy nagyon szép, világos, szürke kárpit az 1.4-es kis fókuszkánkba, és azt jönnek az extrák. Tehát bőrkormányos, nagyon szép, ilyen több részben összevarrott bőrkormány. Van nekünk tempomatunk is itt középen, azért az sem mindennapi. Ezen kívül azt látjuk, hogy ott van a kis fedélzeti komputerünk, az indexkaron, és a világítási moduloknál pedig azt látjuk, hogy ott a felirat, ő bizony egy automatikusan is kapcsolódó, tehát egy ilyen kis fényszenzorosnak mondható világítási berendezéssel van ellátva. Aztán azt látjuk még, hogy a fűtés modulokkal is teljesen jók leszünk. Fűthető ugyanis neki több fokozatban mind a két első ülés, ezzel lehet itt tekergetünk ezzel a potméterrel, és akkor így akár le is kapcsolhatjuk neki, hogy ne melegedjünk itt most teljesen szét. És a fűtési modulokban ugye hátsó szélvédő is az természetes, de még fűthető neki az első szélvédő is. Fordokban igen gyakori extra, nem tudom mennyire látszik, de olyan nagyon szépen be is van neki, ez így ilyen fűtőszálakkal vonva az egész szélvédő. Nagyon hasznos extránk, illetve hát ott van a menes stabilizátorunk is, tehát egy ESP-vel szerelt járgány már, amit láthatunk. Ugye ötsebességes manuális váltógombocska,
egy CD rádió, íme, és mutatom nektek a kesztyűtartóba, mekkora hely van, egészen mély, hosszúkás, és természetesen benn vannak ugye a szerviz füzetkei, még ilyen kis toltartó is van, és megvan neki mindene, még a rádió kódja is, végig szervizelgették egyébként, itt vannak a bejegyzések. No, nézzük meg akkor, hogy hogy indul, hogyha állítjuk és újraindítjuk, és még ilyen érdekességeket láthatunk a kombi fókuszunkban. Azt mondja. Láthatunk még olyat, hogy állítható neki az ülés magasság, és a teljes ülés jön, megy leföl. Nem tudom, mennyire látszik. Tehát ez is egy nagyon hasznos extra. Mert a fókuszoknak valamiért egészen magasra lehet állítani az ülést. Így a kisebb termetű vagy rövidebb lábú emberkék is nagyon-nagyon kényelmesen és egész magasan ülhetnek benne. Ugye írja nekünk, hogy nyitva van a vezető oldali ajtónk, vagy hogy nyitva a hátsó ajtónk. Tehát ezeket mind tudja itt nekünk középen jelezni ez a kis figyelmeztető felirat. Üzemanyagunk már nem sok van. Tökéletesen pörög nekünk ez a motor. Működik természetesen a klímaberendezés, erről még nem beszéltem, de hát az is jéghideget fúj, hogyha megkérjük rá, úgyhogy azzal is teljesen rendben vagyunk. És nagyon szép belül ez a kárpitozás is, teljesen szépnek mondható, nincsen szétkopva, kiégetve. Őt tudjuk kínálni nektek most, ezt az 1.4-es 80 lóerőst, és várunk veled mindenkit nagy szeretettel, és nagyon vigyázzatok magatokra, legyetek jók! És mutatom is hamarosan a következő autónkat. Nagyon köszönöm, hogy végignéztétek velem ezt. Kövessetek továbbra is minket. Szervusztok, sziasztok!